Eszterhai Katalin íróval, újságíróval, televíziós producerrel és nagyon sok-sok minden foglalkozásúval. Nem először ülünk le itt a Klubrádióban beszélgetni, és köszönöm, hogy jöttél, és újból jössz, és mindig jössz. És te vagy nekem a szemem a világra, mert járod a világot, és, és mindig valami újdonságot tudsz hozni a világból. Most is utaztok majd nem sokára a férjeddel Los Angelesbe, Kanadába jöttetek, és innen gratulálok Lajtai Györgynek itt kint, mert mint operatőr újból a jelölték, ami a televíziós Oszkár És olyan szépeket írtál, hogy te szerintem büszkébb vagy a férjedre, mint saját magadra. Hát végül is én azt hiszem, hogy ez az én feladatom. Én, én annyira tudok örülni más sikerének, hát hogy ne örülnék a saját férjem sikerének. Ez, ez az én mércém is. Valaki nekem azt írta az egyik kollégánk Kanadából, hogy Gyuri már megnyerte az emmit, mert én vagyok neki a mindennapi Emmy, ami -em inspirálja. De nem, én, én nagyon hiszem azt, hogy, hogy én megtaláltam azt, akire én büszke lehetek, aki az én részem, aki fordítva ugyanígy megcsinál mindent. Én, én nagyon tudok annak örülni, hogy, hogy amit ő csinál, az több, mint siker. Az, az ő boldogsága, az az ő mániája, az az ő álma, az az ő szeretete, és olyan kevés kell ahhoz, hogy ezek az álmok, ezek a mániák megvalósuljanak, én ezt vallom. Lehetek hozzá teljesen őszinte? Hogyne, persze. Nem fogsz megsértődni. Nem, én nem szoktam. Aki ismert téged is, nem olyan régen, meg én beszélgettünk rólad. És azt mondta, hogy ő azért valamit nem ért. Tehát túl sok a szeretet, túl sok a mász, túl sok ez a nyájasság, hogy hol hibázik a történet, hogy mindig szeretetről szól minden mondatod. Mi a, mi a valódi, a mélyén lévő Eszterhai Katalin? Én azt én mindig mondom, hogy én állandó szeretet hiányban nőttem föl. Ez az, ami bennem van. Tehát ez van bennem, mint, mint szándék, hogy én a legjobbamat adjam, mert én nem kaptam nagyon sokáig a legjobbat az én mércém szerinti jobban. De akkor te tudatosan szeretsz engem, hogy nehogy téged valaki ne szeressen? Nem, nem. Én, ez most már természetes. Na, de a szeretetet meg kell tanulni. Az nem úgy van, hogy én megszületek és már szeretek. Állítólag öt hónapos korunkig a világ csodálatos, akkor éljük meg azt a pillanatot, amikor még nincs bennünk se félelem, sem szándék. Örülünk annak, hogy lélegzünk, hogy felénk, fölénk hajol az anyánk, és akkor akkor olyan nagyon jól vagyunk. És a hetedik, hatodik, hetedik hónapban kezdünk ránézni a világra, és hogyha már nem anyánk hajol fölénk, hanem valaki más, akkor már elkezdünk sikítani, vagy elkezdünk ordítani, vagy elkezdünk félni, és akkor válogatunk már. Na most én úgy nőttem föl, hogy én sokáig ugye a sparhelt sütőjében nőttem kora föl. Mert nagyon kora... pici baba igen. Voltál. És ott engem nem lehetett megölelni, és akkor én abba a sötétbe ö, ö, semmi másra nem vágyhattam, mint anyám szívdobogására, ami az ő méhében nekem valamiféle biztonságot adott. És akkor megszülettél, beraktak a sparherdbe, nem is tudják sokan mi a sparher tehát egy tűzhelybe, ahol gondolom gáz volt, ne, akkor nem, nem volt üli Nem, irány. nem, oh, nem, no, 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 az fa és sparhelt, az a tűzhely, az amint az főzzek, az, aminek a platnia volt, és és a sütőajtaja lenyílt, és az állandóan nyitva volt. És te ott voltál, mentesz körülbelül? A tepsibe, nyolc hónapos korom. Igen, ez és az 50x50 centi. Igen, na most abban én más nem tehet ez, ez csak az én filozófiám, mint hogy arra vágytam, ha már megszülettem, akkor életképes legyek, hogy erős legyek, hogy fontos legyek, mert mindenkinek, mindenkinek nagyon ö, kell az, hogy észrevegyék, hogy fontos legyen, hogy megkérdezzék, hogy meghallgassák. Ez mindenkiben benne van, bárki is mondja, hogy nem így van, az, az nem mond igazat. Na most bennem valószínű, hogy jóval nagyobb adagot plantált a sors, mert én megtapasztaltam, milyen is az, hogy az elején nem kaptam meg ezeket a dolgokat. És nem vett ki az édesanyád, nem ölelt magához, vagy csak pillanatokra? Engem bizonyára kivet, mert meg kellett etetni, tisztába kellett tenni. Tehát volt ilyen fizikai kapcsolatom, de az nem volt, hogy hallottam volna, hogy jaj, de szeretlek, kislányom. És én úgy nőttem föl, hogy nekem először a nővérem mondta azt, hogy szeret. És annak is egy különös története volt, mert ö, már nagyobb voltam, és tetves volt a hajam, és anyukám ö, dühében, mert semmi nem segített, hiába volt a petróleum, mint gyógyszer, ö, nem segített, és akkor levágta kopaszra a hajamat. És én amúgy sem voltam egy szép kislány, és akkor ott állok kopaszon a tükör előtt, és ordítok, és sajnálom, és, és borzasztan fájt, és akkor a nővérem megfogta a kezemet, és azt mondta nekem, te Kati, én kopaszon is szeretlek. És abban a pillanatban ez egy varázspálca volt, ez a szó, hogy én kopaszon is szeretlek. Én nem tudtam, mi a szeretet, mert mondom, ezt fizikailag nem tapasztaltam meg, és akkor, amikor a nővérem hozzáért, a mai napig most is még, még szabályosan az a bizsergés vesz rajta erőt, és akkor én ezt kipróbáltam, hogy ez fantasztikus. Na most, hogyha nekem ez ilyen jól esik, akkor miért ne lehetne ö, jó annak is, akinek majd én mondom, akit majd én simogatok meg, akihez majd én odabújok, akinek olyan üzeneteket küldök, hogy szeretlek, hogy tud, hogy fontos vagy nekem, hogy örülök a sikereidnek, örülök annak, hogy, hogy odahajolhatok hozzád, és azt mondhatom neked, Zsuzsa olyan gyönyörű vagy ma, mert ragyog a szemed. Ez innen jutott eszembe, mert bejöttél, és sokat mondtad, hogy milyen gyönyörű vagyok, és, és innen jutott eszembe az előző napos beszélgetés, hogy, hogy ezen gondolkodtunk, hogy szívből jön, vagy pedig tudod, hogy ezt kell mondani, de ezek szerint ez, 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 beléd ívódott. Ez, hogy ezt én belém, belém kódoltattam. Belém igen. Igen, mert ez kell, és igenis, hogy, hogy nem lennénk annyira szürkék, nem lennénk annyira fakók, nem lennénk annyira közönyösek, hogyha nem arra vágynánk, hogy mindenünk meglegyen, hanem arra vágynánk, ami a legfontosabb, hogy most pillanatnyilag örülni tudjak annak, hogy együtt vagyunk. Mert ha megkérdeznék tőled, hogy mi az, amit, vagy nagyon sok embertől megkérdeznénk, hogy mi az, amit, Aladdin csodalámpájából kiszálló szellem teljesítene. Mi az az egy kívánság, amit kívánnunk kellene ahhoz, hogy úgy érezzük, hogy wow? Én mindig azt szoktam, hogy így a barátaim, és ez a ugyanazt, mint ez a szeretetteljes közeg megmaradjon. Tehát mindenem el tudom veszíteni azt, hogy most is, hogy drágasság van, meg nem lehet fűteni, vagy kevesebbe. Mindenre azt szoktam, hogy ez nagyon nem érdekel. Tehát amíg van az a pár ember a családom, meg a barátaim, akik körülöttem vannak, semmi nem számít. Mert mindegy, hogy zsíros kenyeret, vagy marha eszem. Én ugyanezt mondom, szóval én hiszem azt, hogy azzal, hogy én azt kívánom, hogy nekem most három palotám legyen, 45 autóm és 36 pár cipőm, ez csak egy pillanatnyi örömöt ad. Ez csak egy pillanatnyit. És ha nem azt a pár cipőt kapom meg, vagy nem azt a palotát kapom meg, akkor már stresszelem magam, és akkor én nem ilyen lovat akartam. Az nem egy boldogság, az egy pillanatnyi átmeneti öröm talán, de az, hogy én azt mondom, hogy én én szeretem ezt az életet, szeretem az embereket magam körül. Az a boldogság. Az az, amit nem lehet tőlem elvenni, mert egy gombot nem veszek? mit csinálnál, magunkkal. El, ha váratlanul Kanadában bekopognék az ajtódom még sose voltam, és azt mondanám, hogy most nincs hol laknom, egy-két hónapig maradhatok? Hát persze, hogy maradhatsz, ez természetes. Hát milyen ember lennék én, ha azt mondanám bárkinek, hogy nem, nem jöhet. Ezt komolyan mondom. Én akkor se bánom, azt se bánom, hogyha, hogyha nincs olyan rend, amit kifelé mutogatni kellene. Viszonylag rend van nálam mindig, de például előfordulhat az. Vagy amikor költözködtünk, én ezt tudom, akkor jött hozzánk nem egy, nem két kollégám, hogy. Közel van a holnapi műszak, tehát oda jöhetnének-e aludni. Persze, hogy oda jön. Nekünk nem volt olyan ágyunk, amire én azt mondtam, hogy lefekthetsz, de volt egy kanapénk, és azt mondtam, itt ágyazok meg neked, és akkor itt alszol. Szóval én ebből nem csinálok problémát az én ajtam. Mindig nyitva van mindenki előtt. Ezt most komolyan mondom neked, mert erre kell, hogy időm legyen, erre kell, hogy leüljünk az asztalhoz, erre kell az a pillanat, ami csak a miénk, amire majd visszagondolhatunk. Édesanyád mikor mondta neked, hogy szeret? Hát az én édesanyám nem mondta nekem, hogy szeret igazából. Mi nem kapcsolódtunk úgy össze, ahogy kellett volna, de... Ennek... meg is írtad a könyvedben a csillag. Csillag lettél. Csillag lettél. De... Nem azért, mert ő rossz volt, mert ő bizonyára a maga módján nagyon szeretett, csak a történelem sok olyan dolgot hozott az ő életébe, amitől ő kifakult, amitől belül rákta magát, ő nem tudott örülni, és tudod miért nem? És az emberek többsége miért nem örül? Anyukám is ilyen volt, mert félt. A félelem belül, hogy nem kapjuk meg ezt, vagy nem vagyunk elég jók, hogy mit hoz majd a történelem, mit hoz majd a világ, ez megöli a szeretetet. Nem engedem magam szeretni, nem engedlek magamhoz közel, mert félek, hogy elhagysz. És mi a különbség a félelem és a szeretet között? Ha én téged szeretlek, már pedig szeretlek, akkor megengedem magamnak, hogy holnap félre tegyelek, mert jön valaki, akitől én félek, akit jobban kell majd, akinek a kedvében jobban kell majd járnom, mert érdekem van és én Gondolkodtál azon, hogy te jó ember vagy? Uh -huh. Hogy vajon miért kaptad a sorstól azt a sok pofont, amit kaptál? Jut eszembe például, amikor a szemed világát elvesztetted az egyiket. Mert bizonyára én ezt szoktam mondani, hogy a sorsnak feladata volt velem, vagy valamit meg kellett tanulnom. Meg kellett tanulnom, mert a félelmet kellett letennem. Most ezt akkor elmondom neked, hogy miért én, az én filozófiám szerint, én miért vakultam meg, vagy miért kaptam annyi rosszat, amennyit kaptam, mert én abban is bőséggel voltam, azt hiszem, mert nem mindig mertem szembenézni azokkal a dolgokkal, amelyek amelyekkel szembe kellett volna léznem. Pontosan ezért, mert féltem. Én nem mertem szembenézni, mert nekem ez annyira privát, de végül is egymás között vagyunk, miért nem adhatnám el. Igen, hogy ez a második házasságom, és nekem nem úgy indult a második házasságom, ahogy nagyon sokan gondolnák, mert téglak, mint egy házata, hogy téglaként szétszednek, engem is szétszedtek. Azért, hogy a mi kapcsolatunk ne legyen sikeres, mert az, az nem úgy van, hogy csak jön két ember, és egymásra talál, és akkor ö, felejtjük, ami volt. Nem, ott nagyon sokan szerepet játszottak abba, hogy ö, esetleg mi ne találjuk meg újra azt a közös utat, vagy ne egyfelé nézzünk. És én akkor... akkor féltem ezektől az emberektől, szabályosan féltem, és a végén már azt mondtam, hogy én nem akarom őket látni, én nem akarok velük szembenézni, én nem akarok egyáltalán semmit tőlük. De hát ez nem úgy van, hogy a világ úgy forog, ahogy én forgatom. Na, de akkor megvakít, és nem Pontosan látom. Pontosan erről van szó, ezt tette a sors, és ezért óvaintek mindenkit, hogy ne merjen magáért fölállni, hogy megengedje másoknak, illetve saját magának is, hogy törpévé tegye magát. Mert abban a pillanatban, hogyha én nem állok föl magamért, akkor azzal megengedem, hogy X, lekezeljen, hogy azt mondja, hogy úgy ugrálsz, ahogy én akarom. És Tudsz olyanról, szabad. aki nagyon nem szeret téged? Én ma már nem hiszem, hogy van olyan, hogy nem szeretnek, nem tudok, soha nem jelentkezett senki. Engem nem bántanak. Ezt most nagyon komolyan, én olyan hálás vagyok, Suza, én annyira hálás vagyok a sorsnak, mert nekem az anyósom volt az, aki többek között nem nagyon örült a mi kapcsolatunknak. Ma elmondhatom, ő 90 éves, és megszelidült, megszeretett. Hány éve értek Gyurival együtt? 36. Hát, és volt idő. Volt idő, de megszeretett, elfogadott, most a szeretetnek is mércéi vannak, és a szeretet nem olyan, hogy mindenkire egyformán Na de te illik. nagyon jó menny vagy, tehát gondozod, ápolod, szaladsz hozzá, és amikor nem szeretet, akkor is jó voltál hozzá? Tudod, én a, tanultam valamit a kutyáimtól. A kutyáim azt mondták, hogy törődni kell azokkal, akik téged nem szeretnek. Engedd meg magadnak, hogy törődsz velük. És végül is ez egy nagyon jó tanács, mert hogyha a haragra én haraggal válaszolok, akkor kit mérgezek meg magamat. Magadat. És, és, ezt megtanultam, mert én először haragudtam. Én haragudtam, és tiltakoztam, és akartam, hogy, hogy fontos legyek, de nem úgy sikerült akkor. És akkor a kutyám azt mondta, hogy törődj velük. És akkor akkor jött ez, amit te kérdeztél, hogy ez egy csinál dolog volt. Eleinte igen akartam, hogy hogy megszeressenek, hogy, hogy fogadjanak el. hanem nem is szeretnek meg, de fogadjanak el. Hogy ismerjék el, hogy van bennem valami szerethető. Hát ha a fiúk megszeretett, akkor csak van benne Csak van szerethető. bennem valami, és minden ö, ö, szülőnek nem az a feladata, vagy az a vágya, hogy a fia, lánya boldog legyen. Neked lányaid vannak, ugye? Igen, igen, kettő. És hogyha visszagondolt, már gondolom felnőttek ezek a lányok, akkor te jó anyjuk voltál? Na most ezt nagyon nehéz eldönteni. Én minden, mint ilyen dolog, az attól függ, aki megéli ezt. Mert az... eszembe jut, hogy a túlszeretéssel is lehet ártani. Oh, az már zsarnokság a Igen. túlszeretés, az Igen. már zsar... Az egy másik kifejezés. Nem, én azt hiszem, hogy minden szülőnek az a vágya, hogy a gyereke több legyen valamivel, csak egy kicsivel, hát vagy akármennyivel. lenni. Na, 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 nem olyan nehéz ez. De én csak annyit ö, akarok, hogy akartam, hogy az én gyerekeim időnként nézzenek föl az égre, és látják, hogy a madarak repülnek. Hogyha egy madár a levegőben megáll, az lezuhan. De amíg tud repülni, addig biztonságban van, addig, addig szeli a levegőt, és tudja, hogy magasabbra és magasabbra juthat, hogyha ő akar. Tehát én úgy neveltem a gyerekeimet, hogy biztonságban legyenek, hogy ne kelljen se félniük, se reménykedniük, hogy az nekik úgy jó, de ez csak az én mércém. Hogyha ők ezt valóban úgy érzik, hogy ez jó volt nekik, akkor én hálás vagyok, és büszke vagyok rájuk. De ö, eszembe jut Ikarus repülése, tudod? Amikor az apja mondja, hogy ne ilyen magasan, hanem kicsit alacsonyabban repüljél, mert a napsugara majd megéget, hogy hallgatott rá Ikarus. Nem. nem hallgatott. Na most a gyerekeimmel én olyan kapcsolatban vagyok, hogy én nagyon szeretem, hogy vannak nekem. Én Közöl nagyon veszek. egymáshoz. Közel is távol is. Mondjuk fizikailag a távolság megvan köztünk, mert más-más helyen, Kanadában, más-más távolságban élnek tőlem, vagy tőlünk, de azt hiszem, hogy lelkileg meg közel vagyunk. Mindannyian erős karakterek vagyunk, véleményünk van, formáljuk egymást, de nem nyomjuk el. Tehát meg, úgy szeretjük egymást, mint a sündisznók. Mint is... tudtok, akár családilag, akár te a férjeddel mondjuk veszekedni, vagy abszolút veszekedésmentes az élet? Én nem mondanám azt, hogy veszekszünk. Ez, ez egy erős kifejezés, mert hogyan jó égbe merném én ö, megbántani azt az embert, akit én a szívem legmélyén nagyon szeretek, mert akkor már, akkor már megtört valami. Tehát a szavak ilyen értelemben ö, fegyverek nagyon kell tudni, mit mondunk ki és mikor. Vannak köztünk nézeteltérések, ez nem jelenti, hogy, hogy megkérdőjelezem a jogosságát. Ez elsősorban, tudod, azt szokták hogy két dudás egy csárdában nem nagyon fér el. Mi két dudások vagyunk egy csárdában, de mind a kettőnknek van szakmai véleménye, amiből nem mindig az jön ki, hogy wow, egy szinkronban vagyunk. De a hétköznap, én soha nem keverem, vagy legalábbis igyekszem nem keverni a bizniszt a, a magánélettel, de amikor együtt dolgoztunk, mert volt jó néhány dokumentumfilmet csináltunk, utazási filmeket együtt, akkor nem mindig értettem egyet azzal, amit ő akart, és fordítva sem, mert másképp láttuk a világot. De ez nem ok arra, hogy veszekedjünk azt meg lehet beszélni. Én nagyon szeretem az emberi hangot. Én nem szeretem az emelt hangot, mert abban a pillanatban úgy érzem, hogy akinek nincs igaza, az mindig hangosabban próbál beszélni, és az már, az már nem jó. Na de akkor az olasz, te értél Rómában, akkor az olasz temperamentum, amikor életemben először voltam, azt hittem, hogy mindenki üvöltözik mindenkivel, családon belül pedig csak beszélgette. Hát pontosan, de ez egy karakterkérdése is. Igen, akkor azt tudtad, hogy ott nem emelt hang, hát hanem nem, az, az, az a normális hang, persze, de hát Tudod, akkor, amikor ordít valaki, mondjuk családon belül veszekedés, mert nekem a veszekedés azt jelenti, hogy ordít valaki a másikkal, és kivetközik, és az arca megváltozik, és, és ö, ö, egyszerűen letapossa a másikat. Az, az nem jó, az, az idegen tőlem, és nem is szeretnék ilyet. Az olaszok nem ezt csinálják, az olaszok vidámak, azok meggyőznek téged, és a legkis, a gombjukról is annyit tudnak beszélni, és olyan leírásokkal, hogy vá, wow, az ember csak kinyitja a szemét, meg a fülét. Úgyhogy nem, az, az más. Én nem szeretem a veszekedést, én úgy nőttem föl, hogy nálunk sokáig késlógott a levegőben. Szóval ezben, ezek mind bennem maradtak. Zsuzsa, én hiszem azt, hogy a gyerekkor meghatározza azt, hogy mivé leszel. Ha rossz volt rossz voltál a gyerekkor, akkor arra törekszel, hogy jobb legyél, amikor majd te felnőtt vagy. És tulajdonképpen azt is hiszem, hogy mindenki csak azt tudja adni, ami a szívében van. Én hiszem azt, hogy az én szívembe sok mindent beleraktak kárpótlásul az égiek. És ö, ö, én, én, én Szent Ágoston mondta, hogy ragyogj, Belülről ragyog, hogyha azt akarod, hogy fény legyen körülötted. Ez egy szép mondás. Még egy utolsó ö, gondolat. A kutyák neked. A két kutya kettő volt, három, ugye? Három, három, bocsánat, a három kutya volt a mindenet. Tehát a beszélgető társad és a kutyák nyelvén te pontosan értettél, hogy tudsz kutya nélkül, kutyák nélkül élni? Nekem annyi az emlékem, hogy ö, azzal én most nagyon jól el vagyok. Épp mielőtt idejöttünk a stúdióba, a férjem mondta, hogy hát ő úgy gondolja, hogy egy új kutya kell nekünk. És én azt mondtam, Gyurcikám, én ezt nem, nem akarom most, nem akarom, nem, nem vagyok erre kész. Én nekem így volt tökéletes. Tudod, amikor egy kapcsolat úgy ér véget, hogy az úgy volt tökéletes, ahogy volt, akkor azt nem akarod megbolygatni. Én hiszem azt, hogy nem szabad újra és újra melegíteni dolgokat, mert nem biztos, hogy úgy ö, lenne már, mert magammal hozom azt a múltat, és rá akarom ö, rakni azt a ruhát, amit az én kutyáim hordtak. És mi van akkor, hogyha ez a kutya, akit most én esetleg újra magammal hozok, nem olyan lesz? Szóval én most abban az állapotban vagyok, hogy, hogy imádom őket. Itt velem vannak, és tudom, hogy ha eljön az idő, engem ott várni fognak, ahova én majd megyek, vagy az én lelkem majd megy. És ez, és minden nap visszagondolok, amit ők mondtak nekem, és tulajdonképpen nekem ők voltak a saját lelkismeretem. Inkább így mondanám, én minden nap a kutyáimmal beszélgettem, és azokat a titkokat, azokat a fájdalmaimat, azokat az örömeimet, amelyeket senki mással, senki mással nem osztottam meg, nekik elmondtam. Tehát azért mondom, hogy, hogy a kutya nekem akkor azért kellett azokban az időszakokban, amikor nekem szükségem volt arra, hogy a saját lelkismeretemmel mindent megbeszéljek. És hogy, hol érezted, vagy hogy érezted, hogy, hogy ők abszolút a társaid, a megértőid, mindent elmondhatsz nekik, mert mindenben segítenek. Mert ahogy rám néztek, ahogy, ahogy elmond, elmondtam nekik, abban a pillanatban éreztem azt, hogy ez így nekem jó. Hát amikor valaki azt mondja nekem, és ez az én ö, ö, lelkismeretem gondolom, mert azt azért nem merni állítani, mert bolondnak néznének, hogy a kutya hangosan úgy beszél mint én, hanem ahogy néztem őket, és bennem volt nagyon sokféle keserűség, pontosan az én indulásomkor, a közös életünk indulásakor, hogy azt mondta, nekünk mindig volt zongoránk, és azt mondta nekem a kutyám, neked kéne, hogy hívjuk a zongora hangolót, aki majd a hangvillájával az abszolút hangot, az zongora abszolút hangját beállítja. Hát nekünk is kellene most már ide egy hang, egy zongora hangoló, hogy a te lelked abszolút hangját visszaállítsa. És ezen úgy elgondolkoztam. Tényleg mindenkinek kellene a szívébe egy hangvilla. Hiszem azt, hogy sokkal kevesebben lennénk olyanok, akik, akik megengedik, hogy a szürkeség legyen bennük sem, mint a tiszta, zengő hang, uh -huh. mint a harangé. Olyan szépen fogalmazó. Csak ki akar nem csikarni belőled, hogy senki nincs a múltadból, akire haragszol? Vagy haragudtál, és tudatosan meg kellett bocsátanod? És ezen dolgoztál magadon? Én nem haragszom, mert a harag... A nem mindig olyan a harag, hogy egy életen keresztül tart. Mert végülis meg kell bocsátani, mert kinek teszek én jót, de nem jelenti azt, hogy utána barátkoznom kell. Én lezárok dolgokat, és azt nagyon értékelem, mert mindenből mindig valamit tanulok. Én nagyon szeretek tanulni, figyelni. Szeretem azt, hogy hogy végig gondolhatom a dolgaimat. Például nagyon haragudtam, sokáig nagyon haragudtam, úgy hívják, hogy Lencsés Eszter. Hat éves voltam, amikor elátkozott és ordította, hogy száradjon ki a szemed. Na most ezt nem lehet elfelejteni, de nem szabad fölkaparni ö, És körömmel. amikor megvakultál, eszedbe jutott? Ez, eszem, hát, hogy ne jutott volna eszembe. Hogy elátkozott? Hogy elátkoztak. Hogy ne jutott volna eszembe. És... Ö, Haragudhatok érte, nem mert gyerek. Soha. Soha, de látod, hogy mennyire mélyen megmarad egy-egy szó, egy-egy átok, egy-egy mozdulat az emberben. Én azóta se felejtettem sem a nevét, sem a, a, az arcát, se semmit. Lencsés Eszter él még? Nem tudom. Tehát nem, nem. baj, hogy most kimondtad nem, a nevét? Nem, 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 mert ez egy, ez egy megtörtént dolog. Miért lenne baj? Miért kéne nekem takargatni, hogy nekem ez mennyire fájt? De ezt én lezártam. Lásd, meggyógyultam, látok, minden rendben van. Csak azért mondom, hogy intveintek mindenkit attól, hogy, hogy olyan szavakat mondjon ki, amit már nem lehet visszahozni, és ez mély nyomot hagy. Ő már régen elfelejtett, eszibe se jut, ha még él. De bennem mély nyomot hagyott. Mi több belém kódolt, hogy esetleg meg fogok vakulni, hogy kiszárad a szemem. Szóval azért mondom, hogy nagyon fontos az, hogy mit mondunk, és én ezerszer, pontosan azért, mert nekem vannak ilyen tapasztalataim, én ezerszer jobban odafigyelek arra, hogy mikor, hogyan és kinek mit mondok. Lehet, hogy ezért jött föl a tegnapi beszélgetésetekbe az, hogy, hogy ez egy máz, vagy egy tanult, ez egy kitalált dolog. Mert én hiszem azt, hogy az emberi kapcsolatokra oda kell figyelni. Mert ha csak így vagdalózunk, azt nem lehet visszahozni. Köszönöm szépen Eszterhai Katinak. Egy év múlva újból találkozunk. Jó utat Los Angelesbe, és kívánom a férjednek, hogy megkapja a várva várt kitüntetést. Köszönöm szépen.